Ú, uh, idén végre megint lesz sárga a ez az árzanálak, Biztos nagyon menő lesz, azok mindig szuperek, de tényleg már a 70-es évek óta gyakorlatilag az a kis logóval, meg a 80-as években, aztán a 90-es évek elején, amikor jött a banana amit ugye pár éve vissza is hoztak. Ú, uh, meg hát aztán a Nike is, a Javis is keresztbe csíkos, az zseniális volt, meg a Szegás is, amiben Viltor lőtte a győztes gólt, amikor bajnoki címet szerzett a csapat az Old Traffordon. Mm. Meg aztán ott a 2000-es évek elején a teljesen sárga ótus, amiben Martin Kion leüvöltötte Ruth Van a fejét, meg amiben Ásamin lőtte a négyet az enfield -en, a Liverpool ellen. Ú, uh, ezek mindig szuperek, ez biztos nagyon menő lesz. Ez valami vicc? Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, és igen, végre eljött ez az időpont is, jöhetnek végre a 2023-24-es szezon legbénább mezei. Hát mondanám azt, hogy igazából azért várok ki az utóbbi években mindig ilyen hosszasan azzal, hogy összerakjam ezt a videót, hogy szépen meg tudjam emészteni azt a sok-sok borzalmas meszt, amit látunk az évad közben, meg hogy tényleg valóban megfontolt döntést és listát tudjak nektek összeállítani. A valóság azért egy kicsit más, de az biztos, hogy nem tesz rosszat ennek a listának, sőt, hogyha alaposan átgondolja az ember, hogy mi kiszerepeljenek rajta, hogy szerintem most se lesz olyan nagyon rossz az összeállítás. is neki! Idén is próbáltam különböző tematikák szerint csoportosítani nektek ezeket a katasztrofális szereléseket, és akkor rögtön kezdjünk olyanokkal, ahol hát nagyon vonalasak akartak lenni a dizájnnal, vagy nem is tudom, mit mondjak. Nem volt egyiknél sem különösebben jó ötlet. A legjobban talán a problémát egyébként a Verderbőmén hazai szerelése illusztrálja, itt végül is csak a fele van nagyon elrontva ennek a szerelésnek, tehát összességében persze az egész borzalmasan néz ki. Ezekkel a nagyon vékony csíkokkal ugye az is baj, hogy a tévében még elég furcsán tudnak is néha vibrálni, hogyha éppen olyan szögben találja meg őket a kamera, meg hát egyébként is most tényleg szép ez, Jól néz ez ki? Nem hasonló tematika mentélet lett összerakva a Nottingham Forest harmadik számú szerelése, hogyha nem lenne elég baj ez a csíkozás, akkor még bele is rakták ezt a furcsa káromintás dolgot a tetejére, hogy még inkább zavaró tudjon lenni. Ez még akkor itt van ez a furcsa színösszállítás, ezzel a lilás sötétkék valamivel, meg ezzel a hányás narancssárga másik furcsasággal. Ne nézzétek sokáig, mert garantáltan kihozza belőletek az epilepsziás rohamot. Hasonló variáció ebben a témában a Brentford harmadik számú szerelése, ami meg tényleg nekem a döglött hal kategória. Időről időre felszoktak merülni ilyen stílusú ezek is ebben az összeállításban. Most éppen úgy tűnik, hogy rajtuk volt a sor. Tényleg, tehát amikor elkezdik a kifogott halat pikkelyezni, annak van valami hasonló mintája szerintem, meg a színe is tényleg olyan, mint amikor hát nem is kifogták alatt, hanem szerencsétlen itt a sok naptejtől megdöglött, aztán a éppen úszik a víz tetején, és ilyen kis olajos, vagy nem tudom, lesz. De a kedvencem ebben a kategóriában a bolonyának a mezze, amely meg Sándor Györgyöt jutott eszembe, hát azt hiszem ez a 80-as évek végén jött ki, amikor kiállt az utcára, egy burda szabás mintával, és mint hogyha térkép lett volna, elkezdtek kérdezgetni az embereket, hogy hogy jut el ide-oda különböző pontokra a városban, és hát nagyon sokan készségesen neki segíteni neki, és nem igazán tudták feltalálni őket egyáltalán nem meglepő módon a szabás mintán. Abszolút így néz ki nekem ez a mez, hogyha ez önmagában nem lenne elég, vagy akkor ráadásul ott van még a Saputo logó is, ami pedig ugye a tulajdonos cégére utal, Joey Saputo ugye a bolonya elnöke. Ami meg, megint, persze értem, hogy a saját cégét reklámozza a saját csapatának a mezén, miért is ne, de hát nem tudom, nekem ez is nagyon furcsán mutat. Minden esetre az a logó is elég érdekesen néz ki, hát még ez a mez így önmagában. Jön akkor a következő kategória, nevezük narancs riasztásnak. Ez is felszokott merülni majdnem minden évben. Nehéz narancsszínnel jó mezeket készíteni, bár a holland válogatottnál azért az ugye elég nagy gyakorisággal össze szokott jönni, de a klubcsapatoknál elég furcsán szoktak hozzányúlni. Itt van például rögtön az Evertonnak ez a meze, amit hogyha nem tett volna elég tönkre már a csíkozás, ott vannak még ezek a furcsa minták is a csíkban. Hát most ugye ez a steak logo megint olyan, amilyen, de pláne ezekkel a színekkel, Hmm, biztos van, akinek tetszik. Sajnálatos módon a Rayo Vallecano meze is bekerülnek évről évre mostanában ebbe az összeállításba. Még mindig nem tudta megbarátkozni azzal, hogy nem simán keresztben csík van csak a mezeiken, hanem ez a villám, ami ugye a címerben is szerepel. Elég furcsa néz ki a magában, és hát most a Vigi rajta itt mit is mondhatnék hirtelenjében, de pláne ebben a színösszeállításban a sárgával meg a feketével. Ez idén sem lett szép. Maradunk még a színek, de előkerül akkor a batikolt mint a is, ami ugye szintén egy visszatérő elem szokott lenni ezekben a videókban. Először a Torino mezénél, akik még viszonylag visszafogottan alkalmazták, azt nem tudom egyébként, hogy miért, meg pláne tényleg, hogy miért ezekkel a színekkel, hiszen ugye a klub alapvetően bordó, meg fehér szokott játszani, hát nyilván kell persze valami más, mert szokták mondani a változatosság gyönyörködtet. Ebben az esetben nem annyira. De még mindig istenes ez a Marseille-nek a hasonló tematikájú mezéhez képest, ahol meg hát nem is tudom, a 90-es években voltak ezek a kenveló, meg energy pólók, hasonló mintákkal, meg színekkel, akkor tényleg, hát nyilván persze, akik ezeket vásároltak, elég sok Ecstasy-t is fogyasztottak, aztán gondolom azzal biztos sokkal jobban mutatott a dolog a tükörben. Csak innen tudom elképzelni, hogy kapta az ihletését ez a szerelés. Jó, engedjük el a narancsíneket, de azért maradjunk még egy kicsit a mintázatnál, és akkor itt van az Udi nézének a harmadik számú meze. Eleve nehezen birkozok meg itt ezzel a többsoros szponzor felirattal. A citromsárga sem mutat sokkal jobban ebben egyébként, mint a narancsárga, hogy itt a többi mezben, de legalább ezek csak vékonyan szerepelnek itt, de hát megint ez a minta. Ez már sokkal inkább hasonlít egyébként arra, amikor régen a fekete-fehér tévéken a hangyafocit látta az ember. Retro végül is. Aztán a Rayo már ugye felmerült a villám, mint mintázat olyan, akkor jöjjön most két másik mez, ami kicsit valami hasonlóban próbálna utazni. Hát a Manchester City-nek... Um, Azt lehet, hogy ez inkább nem tudom, márvány lenne, vagy jó, hát nyilván a színekből azért látszik, hogy itt tényleg a villámlásra akartak rámenni, de hogyha nem lenne elegendő ez a türkiz, sötétkék, valamilyen alapszín akkor még mellé bejött azért ezzel a nem is tudom, rózsaszínnel májvával a szponzorfelirat, felirat, meg a címer, meg a logó. Hmm. modern. A Freiburg mezein is hasonló a mintázat, mind a hazai, mind az idegenbeli egyébként. De a hazai már csak azért is nagyon érdekes, mert ha már itt szóba került a diszkó, meg az ecstasy vonal, hát ez inkább arra hasonlít, mint amikor valaki sok időt tölt az úszodában, és nem használ úszó Maradjunk ennél a megfogalmazásnál, vagy átsírja az egész éjszakát, és akkor lesznek ilyen vörösek a szemei, hogy ez kinek és hogyan jutott eszébe. És nyilván az sem segít egy meznek alapvetően, hogyha eleve csúnyán néz ki rajta a támogató felirata. Ezzel a problematikával küzdenek a Luton mezei is, amelynek nyilván megint akkor a narancsárga szín, sem sokat segít meg ez a nagyon furcsa csúnya a felirat sem, és akkor még megint csak jön ugye ez a vékony csíkozás itt az egyik oldalon, halmazottan hátrányos helyzet, ezt nyugodtan mondhatjuk vele kapcsolatban. Hasonló a helyzet a Sheffield United hazai mezével, amivel kapcsolatban én ugye azt szoktam mondani, hogy ez viszont tényleg egy hálás téma, tehát piros-fehér, csíkos mezt készíteni az általában viszonylag könnyű feladat. Hát mondjuk az Erre, meg egy olyan gyártó, amely hagyományosan borzalmas dolgokat szokott kiadni a kezei közül évről évre. Ennek ellenére továbbra is ott vannak Angliában és a Premier League-ben is tudnak messzállítani egy csapatnak. Hát hogy mi ennek az mondjuk egy másik dolog, nagyjából olyasmi szerintem ez a mez, mint amilyen a Sheffield United szezonja az idén. Gratulálok hozzá. A Stuttgart mezei általában ugye a menők között szoktak feltűnni, majdnem minden évben, hiszen alapvetően nagyon kedvelem ugye ezt a keresdbe egy piros csíkos dizájnt, már csak azért is, mert különleges és ritkán látni hasonlót, ennek ellenére egyszerű és valóban jól mutat, de hát megint ez a szponzorlogó önmagában tényleg alaposan megnehezíti, azt hiszem, a mesztervezők dolgát, és hogyha ez nem lenne elegendő, még ott hozzászórták most ezeket az apró pici mintákat a fehér részre, hogy mi szükség volt rá? Volt elég baja egyébként is ennek a meznek, enélkül is, így aztán végképp katasztrofális lett, szerintem. Na hát viszont, hogyha van csapat, amely ugye ebben a videóban szokott feltűnni évről évre, mostanában az a Juventus, amelynek megint a hazai szerelése. Én még azt várnám, hogy legyen bele egy special edition, ahol tényleg szőrös is maga a csíknak a felülete, mert nagyon adná magát, azt hiszem, hogy még gusztustalanabb legyen. Hogyha ez nem lenne elegendő, ugye tényleg ott van még akkor a Jeep logo is, ami ugye megint most már jó ideje, nehezíti itt a Juventus szurkolóknak az életét azzal, hogy benne van ez a furcsa mintázat, az még oda tényleg nagyon kell, hát az egész egyben megint csodálatosra sikeredett. Na jó, de akkor most már tényleg jön a dobogó, és hát nyilván persze elfogult is vagyok, de azért felszoktak kerülni évről évre a ennek a szerelése is. Végül is ez a mostani tartalékmez annyira nem is lenne csúnya, sőt, hát én azt gondolom, hogy tényleg itt a klasszikus Arsenal szurkolói notát lehetne idézni, mit gondolnak az emberek a Tatanemről. Na pont olyan a színe ennek a meznek, nem? Vagy hát nem tudom, sokkal többet talán ez nem is kell hozzáfűzni. Végül is figyeljetek, ez tök rendben van. Na és akkor jön az a mez, amivel kapcsolatban már az első pillanattól kezdve nagyon sokan írtatok, volt aki félve, volt aki ajánlva, hogy bizony kerüljön fel ebbe a videóba a második helyre tudtam feltenni végül is a Manchester Unitednek ezt a zöld, fehér, piros, csíkos mezét. Ez nekem a totális érthetetlenség. Tehát, hogy eleve ezt valaki kitalálta, papírra vetette, vagy megrajzolta bármilyen programban, és már ott azt mondta, hogy ez jó, aztán még ki is jött, összerakták, felvette, megnézte, és azt mondta, hogy ez jó. Nem, nem, nem tudom felfogni. Tényleg. Tudom, igen, hallottam már olyan United drukkert, akinek ez a mes tetszett. Üh, inkább olyanok írjanak, akik nem a Manchesterieknek szurkolnak, hogy mit gondolnak erről. Elfogultság nélkül, ez vajon tud-e bárkinek szép lenni? Nem tudom, nekem nagyon nem. Na de akkor tényleg jöjjön a feketeleves, vagy nem tudom, a megsárgult mákos beegli, mert hogy az árzanának ez a sárga meze engem leginkább elremlékeztet, vagy hát inkább, ahogy szokták mondani pestiesen, amikor szar van a palacsintában. Most egy dolga mintázat, mert azért az is tényleg önmagában elég kiakasztó. Tehát, hogyha itt azt mondtam itt a videó elején mezekre, hogy epilepsziás görcsöt lehet tőle kapni, ez megint kicsit az a kategória, de hogyha ez nem lenne elegendő, akkor még ez a Jukacsos anyag, ami meg nem tudom, tényleg megkülönböztető trikók, vagy megint csak a klasszikus régi asszonyverő. Vagy ha már itt a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, és az a diszkókorszak szóba került, hát igen, ott jártak még a fiatalok hasonló cuccokban szórakozni. Nekem ez egyáltalán nem szórakoztató. Nem találok rá szavakat, mondom, nem bírom feldolgozni, és az, hogy ezt még ráadásul viszonylag gyakran elő is veszi a csapat, aztán mondjátok, lehet, hogy én vagyok tényleg nagyon boomer, nagyon öreg, nagyon földhez ragadt, nem tudom, nem bírom feldolgozni. Rosszul vagyok tőle, tényleg szabályosan, belebetegszem, amikor ebben látom játszani a csapatot. Olyan jó mezei szoktak lenni az árzenálnak, tényleg. Hagyjuk is a francba. Ez lenne az én listám a 2023-24-es szezon legbénább mezeiről, de természetesen most is nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Írjátok meg a kommentek között nyilván azt is, hogy mit gondoltok ezekről a mezekről, mennyire voltam igazságos vagy igazságtalan velük szemben, és persze, hogy melyek azok a szerelések, amelyeknek még szerintetek itt lett volna a helye, és mindenképpen érdemes lett volna róluk beszélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy idáig eljutottatok már ebben a videóban. Tudjátok, a tetszett, tessék szépen rányomni a lájkra, és hogyha szeretnétek még hasonlókat látni a jövőben, mindenféleképpen iratkozatok fel a csatornára. Már csak azért is, mert pénteken ugye bajnokok ligája a sorsolás, most már ugye meg lesz egészen az út a döntőig, úgyhogy ahogy azt megszakadtátok, ilyenkor mindig készítek egy videót, amelyben megpróbálom végig tippelni, hogy miképpen is fog alakulni majd a párosítás szerintem a döntőben, és hogy ki fogja nyerni a bajnokok ligáját 2024-ben. Úgyhogy találkozunk pénteken is. Sziasztok!